Szeretettel köszöntünk a Matthias Corvinus Kollégium Karrier Központjának podcast csatornáján, ahol értékes és érdekes beszélgetések hangzanak el. Társalgások az aktuális intézményi életről a múltat felidézve és a jövőbe tekintve. Hasznos információk, érdekfeszítő témák, beszámolók mindazoknak, akik az MCC kötelékében tanulnak vagy tanultak, és azoknak is, akik most fontolgatják, hogy csatlakoznak Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményéhez. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Lanko vagyok, a Karrieri Szakmai Fejlesztési Központ munkatársa. Mai témánk a 2022-23-ban új lendületet kapott alumni mentor program. Halló a résztvevő diákok egy-egy tapasztalt, közép vagy felsővezetőként dolgozó, MCC alumnus vagy alumna közvetítésével ismerhetik meg közelebbről azt a szakmai területet, illetve annak a vállalatnak a működését, amely tanulmányaikba, érdeklődési körükbe illik. Örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat a stúdióba Müller Viktória Vita, az alumni mentor program mentora, aki Kárpátaljáról származik, és Magyarországon végezte a tanulmányait. Jelenleg az ország szívében, Budapesten él, és sokat tudozik a világban. Öt nyelven beszél folyékonyan, két felsőfokú diplomával rendelkezik, és jelenleg az autóiparban dolgozik. És szintén sok szeretettel köszöntjük Cakány Botondot, az MCT vezetőképző akadémiájának hallgatóját, a Holló közösségszervező projekt alapítóját, az Alumni Mentor Program mentorátját. Szervusztok. Szia, Máté! Szia, Máté! Köszöntöm én is a hallgatókat! No, hát az első kérdésem az lenne, hogy meséltek kicsikét magatokról. Ti mit tartok fontosnak elmondani egy ilyen podcastben? Engem Viktoriának hívnak, és jelenleg egy executive MBA keretében a Yorki és a Strasburgi Egyetemen egészségügyet tanulok. Többek között részt veszek egy charity projektben, ahol éppen egy ukrán iskolát nyitottunk meg múlt héten hétfőn, az ukrán menekül diákok számára, és fantasztikus élmény volt mentorként dolgozni ebben a programban. Köszönöm a lehetőséget. Én pedig Tagány vagyok, 2019 óta vagyok az MCC tagja, junior évfolyamtól kezdve iskolán át, most éppen a vezetőképző akadémián tanulok. Emellett a Corvinus-on végeztem nemzetközi tanulmányok szakon, voltam Erasmuson Maastrichtban, Voltam MCC-s fellowship-es ösztöndíjjal Varsóban, ahol a Frontexről készítettem kutatást az Európai Határvédelmi Ügynökségről, amely végül a szakdolgozatommal, szakdolgozatommal vált. Voltam egy-két nyári egyetemen is, és hatalmas futballrajongó vagyok. Remélem erre is ki tudunk majd térni a beszélgetés a mesélj, során. Kinek, kinek Hát óriási Liverpool szurkoló vagyok. Most nem a legjobb évünk, de az előző pár sikeres év aki viszont hasonlóan nagy hatással volt rám, Jürgen Kloppon kívül, az pedig Vita, a mentor programnak a mentora, és az egyik mentora, az én mentorom. Nagyon sokat köszöntek neki, és nagyon várom ezt a mai beszélgetést. Úgy itt akár az elmondottakból is kiderül, hogy mindkettőtöknek azért közös pont az MCC. Meséljétek egy kicsit, hogy először Vitahoz fordulok, hogy te hogyan emlékszel az itt töltött évekre? Milyen volt emlékezetesnek lenni? Én nemzetközi kapcsolatokat hallgattam itt, a Korvinuson pedig kíséreltem elvetemült emberként a pénzügyet, emellett pedig matematikát és statisztikát oktattam a szabadidőmben. E, igen, úgyhogy csak így hallgattam a Botond hosszú listáját. Én is elmondhatom, hogy a Hárvádon tanultam nemrég, tehát hogy így szerintem mindketten eléggé hasonló tanulmányi nem is tudom, package érkeztünk ebbe a programba. Az MCC az egy fantasztikus közösség volt, zseniális előadókkal, lehetőségekkel. Mi még nem ilyen szuper helyen voltunk, hanem kisé lerombolt épületben, a Gellért hegyen. Ennek ellenére egy zseniális időszakot zártunk magunk mögött, azok a menti beszélgetések, az éjszakai tanulások, mind-mind hozzájárultak ahhoz, ahol most az életben tartok, és nagyon hálás vagyok ezért az MCC-nek. A Geletén talán a kilátás volt ez, ami, ami kárpótolhatott. És a botontéget hogy talált meg a, az MCC? Mi volt az, amire azt mondtad, hogy igen, én nekem ide kell jönni? Igen. A... Ez egy nagyon vicces történet egyébként, hogy hogyan kerültem ezt az MCC-be. Az egyik volt focis csapattársam, egy MCC-s lánynak udvarolt, és mesélte azt, hogy hát feljárod a Gellért hegyre, és hogy elképesztően jó fej vannak, nagyon jó kurzusokon vesznek részt, nem mcc s csak, aki nagyon-nagyon szimpatikus ez a lány, és mondta, hogy hát, hogy igazából én úgy is most fogok érettségizni, hogy, hogy nézzek utána, hogy ez mi ez a dolog, és utána néztem, tényleg nekem is nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, hogy akkor jelentkezek, és a többi már történelem, viszont olyan történelem, ami szerencsére ott kezdődött még a Somlói úton, szóval én is megtapasztaltam, ha bár csak nagyon rövid ideig a Covid miatt utána mindenkit hazakültek, de én is ott a falak között tudtam beszélgetni, bulizni a többiekkel, bár én külsős voltam az első fél évben, ezt nagyon bánom egyébként, hogy külsősként kezdtem, és nem pedig belsősként, mert Nekem édesanyám 5 percre lakott a kollégiumtól, szóval én mindig inkább a feljárós voltam. Viszont Covid után azonnal kaptam az alkalomon és beköltöztem. És hát nagyon-nagyon élvezem azóta is az egyik legjobb döntésemnek tartom, hogy, hogy jelentkeztem az MCC-be. Hát nagyon, nagyon sok jó barátom van, rengeteg lehetőség, tényleg csak hálával tudok beszélni az intézményről hogy itt uh, kitérve a lehetőségekre, hogy ez egyik volt az alumni mentor program, amiben ugye mint mint mentor, mint menti vettél, uh, vettél részt. Uh, mi motivál arra valakit, hogy mentor legyen egy ilyen, egy ilyen programban? Uh, neked esetleg volt le valaki, amikor akár diák volt, az egyetemi évek alatt, aki szintén tudott így mutatni? Mutat? Um, nekem igazából csak a, a munkatapasztalat, vagy a karrier kezdetén lett első mentorom, és ezt kicsit bánom, hogy utólag, mert lehet, hogy a tanulmányok ideje alatt is hasznos lett volna egy mentor az életemben. Én mindenki vissza szerettem volna adni abból a sok jóból, amit kaptam az MCC-től, viszont arra nem számítottam, hogy rengetegen adták be a pályázatokat hozzám, és, és ez így nagy nehézség is volt, hogy hogyan válogassam ki a legjobbak között a legjobbat, és hálát adok az égnek, hogy a botondra esett a választásom. Úgyhogy így szerintem nagyon jól döntöttem, és, és örülök, hogy részt vettem ebben a programban, ugyanis ilyenkor az ember nem csak ad, hanem nagyon sok mindent vissza is kap, és ilyen egy jó házasság, tehát milyen egy mentorházasság házasság volt tulajdonképpen, és szerintem nagyon sokat adtunk és kaptunk is egymástól. Milyen volt mentorátnak lenni? Hát no. ezeket a szavakat hallva most még, még inkább örülök ennek. Nem tudtam, hogy ennyire nagy verseny volt, hát különösen boldog vagyok emiatt. És nagyon érdekes egyébként mentoráltnak lenni szerintem, amiatt, hogy szinte bármilyen témába tud beszélgetni az ember a mentorával, hiszen mind a kettőnek, tehát mind a két félnek az a célja, hogy, a, hogy fejlődni tudjon, jobban belelásson a dolgok működésébe, hiszen változik a világ, változott az MCC is, ilyen, ezekről is sokat tudtunk beszélgetni, és összességében tényleg ö, rengeteget tanultam a vitától. Tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben a, az elmúlt időszakban nem csak a szakmai oldalról tudtunk beszélgetni, hanem, hanem tényleg a, az emberi oldal, oldalban is egy hullámhozra kerültünk, és ö, és nagyon sok hasznos tanácsot kaptam tőle. Remélem, én is tudtam adni egy-két elgondolkodtató gondolatot. Igen, úgyhogy itt visszatekintünk akkor már egy több mint fél éves közös munka van mögöttetek, de én még kicsit visszatérnék az elejére, hogy emlékeztek-e, milyen volt az első benyomás a másikról? Persze, hogy az önéletre ezért a motivációs levél az ismert volt számotokra, az első személyes találkozásnál milyen, milyen élményetek voltak? Én, én kezdeném szerintem, mert én, én emlékszem arra, hogy a vita mit mondott rólam. Szóval egy ilyen nagyon kemény időszak volt, a, 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 elkezdődött a vezetőképző akadémia, és ilyen iszonyatosan hosszú hajjal, nagy szakállal megjelentem, és lehet, hogy nem ismert föl a vita ö, engem, hogy ott vagyok, és utána az egy hónapra rá, pedig ö, egy teljesen új ember lettem volna, és ez neki volt köszönhető, megjöttem, és így... Ö, hát el kellene menned fodrásztózáson. Így kezdtük a beszélgetést. Szóval nagyon, nagyon vicces jó, volt. tessék jelenkezni a mentor programra. <laughs> Stílus tanácsadás <laughs> is zajlik. <laughs> Igazából nekem az, ahogy így azt mondják, hogy az interjúban az első pár másodperc a legfontosabb. Így volt az első találkozásnál is. Én akkor jöttem rá, hogy jó embert választottam, ez egy apró dolog volt, én is megkérdeztem, hogy mit kérek, és elment a miért elhozta, és addig el a beszélgetést. És igazából ez az udvarias, udvariasság, ez a kedvesség, ez így mindent elárult botonról. Ez nem volt benne a szívében természetesen, és akkor tudtam, hogy na ez jó választás volt. Valóban egy nagyon nehéz időszakban volt akkor botond, és nagyon örülök, hogy én meg akkor nagyon fent voltam, és tudtam adni. Uh, úgyhogy uh, szerintem uh, ezekből az apró gesztusokból tevődik össze az összkép. És mondom, nekem tényleg az, hogy ő focista, menő, itt van, ott van, és ennek ellenére egy nagyon szerény úriembert ismertem meg az első találkozás idején. Ez így uh, tényleg utána azt mondtam, hogy na, jó döntés volt, uh, és, és örülök, hogy uh, botanda dolgozhattam. Mm. Ugye itt ebben az első szakaszban meg tudtatok fogalmazni valamilyen konkrét célkitűzést, vagy hogy milyen ütemben fogtok együtt dolgozni, illetve akár, hogy mondjátok, hogy ez változhat közben, hogy volt ebben egy ilyen alakulás így a, a hónapok előre alattával én vasmarokkal szoktam fogni a mentoráltamat, én ezt beismerem. Én nem hát kaptam levegőt. <laughs> nálam tényleg ilyen stratégia van, hova akarunk eljutni, mit, miért csinálunk, és én ezt bizony számon is tartom. Úgyhogy igen, tehát meg volt adva, hogy körülbelül hányszor találkozunk, mi az ütemter, hogy boton fogja dokumentálni a dolgokat, és szerintem sikerült is, sőt, ennél sokkal több minden sikerült, mint amit beterveztünk, mert igazából nem csak, hogy elértük a célt, hanem egy nagyon világos jövőképet elkezdtünk megvalósítani ketten együtt. Tehát a mentorálásban a legelső persze, a kezdve a business mindset az megjelent. Én társadalom tudományi háttérrel érkeztem, szóval ez óriási segítség volt és emellett pedig, hogy azért vasmarokkal fogott engem a vita, azért kicsit olajos volt a vasmarok, szóval rugalmasságra volt azért lehetőség, szerencsére. De tehát vita is beszélte arról, hogy, hogy beszéljük át, mi a vízió, stratégia, hogy mit, hogyan tudunk elérni, és tényleg abban volt nekem, a, vagy az volt számomra a leghasznosabb ebből a mindsetből, hogy, hogy ezt a kettőt összekötni hogyan lehet, szóval lebontottuk ezt operatívan is, mondjuk tegyük fel, beszélgettünk az olvasás fontosságáról, és, és hogy az nyilván mi mit táplál hosszú távon, és akkor be kellett építeni, hogy egy héten akkor ennyi x oldalt el kell valamiből olvasgatni és ezt még hozzáteszem, hogy azért a vasmarok azt így átvitt értelemben kell érteni. Az ember a saját példájával tanít leginkább, tehát hogy itt nem titok, hogy a saját stratégiai célkitűzésemet megmutattam Botonnak, elmagyaráztam neki, hogy mit miért csinálok, tehát hogy szerintem ez akkor jól működik, ha nem csak teóriát prédikál a másik, hanem meg is mutatja, hogy a saját élet példáján keresztül hogy miért érdemes küzdeni, miért javaslom éppen ezt a fajta utat. Értelemszerűen nagyon sok lehetőség van, és neked kell mindig dönteni, hogy mi mellett szavazol. Egy mentor, egy jó mentor a saját példájával és sikereivel tudja motiválni szerintem a mentoráltat. Igen, és ez nagyon inspiráló is volt. Tehát Vita ennyi idősen is már annyi, annyi mindent tett le az asztalra, hogy gyakorlatilag lehetne egy új életet is kezdeni, tehát annyira, annyira sok mindent csinált már. Nagyon Talán el... csak a hallgatóság kedvéért, tehát, hogy igazgató lettem nőként ennyi évesen, és igen, tehát, szerintem ez azt jelenti, hogy valamit brutál csinálok, és ebből próbáltam átadni dolgokat a botonnak. Igen, és ez, ez, nagyon inspirálóan hat a, a, a hatott, és szerintem a többi mentorált nevében is beszéltek, hogy azért akik jelentkeztek a mentor programba mentorként, azok mind-mind olyan emberek, akik rengeteget lehet tanulni, és, és ez, ez, mindig is egy nagyon nagy előnye szerintem az MCC-s közösségnek, meg az MCC-s alumni programnak. Csak egy apró részlet, bocsánat, boton, volt egy szakmai műhelyünk, és azért tudtam, hogy jó úton járok, mert ugye a boton nem csak hogy eljött, hanem beszervezte a saját osztálytársait is, hogy gyertek, itt lesz a vita, Úgyhogy így mire jöttem, olyan marketinget kaptam már, hogy <laughs> csak leste, hogy úristen, ez a vezetőkézű csapat csak azért érkezett, hogy én ma itt valamit elő fogok adni ez komoly felelősség is ám, tehát hogy ez, és az, hogy a végén mindegyikük nagyon pozitívan nyilatkozott, sőt egy-ketten oda jöttek, hogy hát lehetnek nekik, ők is mentoráltak. Mm. És így néztem rá, hogy nyelőre a boton leköti az energiáimat, de hogy igen, ez, ezek a jó visszajelzések, tehát nem az, amit szóban egymásnak így elmondunk, az is fontos, de igazából a tettekből látjuk azt, hogy jó felé megyünk És még, még, annyit arról, hogy mentorként miért, miért jó, vagy mentoráltként miért jó mentorprogramra részt venni. Tehát amikor mondjuk ilyen meetingeken megbeszéljük azt, hogy mi a terv a következő időszakra, és explicit mondom, kimondod, és van egy ember, akinek, aki felé prezentálnod kell, az felelősség rajtad is, és nyilvánvalóan meg fogod csinálni a feladatokat, míg lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik mondjuk egyedül nem biztos, hogy erre képesek lennének, szóval ebben a támogatási részében is nagyon sokat tud segíteni egy mentor, és segített is a vita rengeteget. Á, jó hallani, hogy ilyen nagy összhang volt köztetek, bár azért ezt valószínűleg minden egyes ilyen, akár emberi, akár mentormenti kapcsolat is megír, hogy vannak ilyen magasságok és mélységek. De most inkább a magasságokra térnék még ki egy kicsit, hogy van olyan meghatározó, esetleg találkozásotok, élményetek, hogy itt most említettetek, említettetek egyet, de hogy ami így, megmarad bennetek, és esetleg szívesen megosztanátok itt a Ez Itt a nagyon bólogat, szóval kezdjük Nekünk volt egy mentor találkozunk, amit az MCC szervezett, és igazából azt mondtam, hogy én nagyon jól érzem magam, és akkor a Viki, aki ezt a mentorprogramot vezette, úgy fogta a botont dokumentációját, és el, felolvasta belőle az első mondatot, vita, fantasztikus. Mm. És hát ezzel így akkor már nem, is tud, nem is kellett többet mondanom, tehát úgy volt, hogy jó, hát akkor, hogy is mondjam, tehát hogy ezek azok a dolgok, amit rólad írnak le mások, és, és ez nem azért, mert megparancsoltam a Botonnak, hogy ezt kell írnia, hanem ezek őszinte visszajelzések, és, és ez szerintem nagyon-nagyon sokat ad, meg értelmet ad annak, hogy bevá, belevágtam ebbe a programba. Nekem én nem feltétlenül egyet tudnék én, már inkább sok ö, rendszeres ilyen, ilyen heuréka pillanatot. Tehát volt, hogy ö, teljesen más témában, mint ami az adott beszélgetésnek a témája lett volna. A végén feltettem egy-két kérdést, ilyen ötletek kapcsán javaslatokat kértem a vitától, és olyan, olyan teljesen más perspektívából megközelítettem meg az adott témát, akár a projektemmel kapcsolatban volt kérdés, akár most nem, nem, ami még eszembe jut, hogy ilyen Beadandóval kapcsolatban, hogy egy kutatási témát hogyan közelítsek meg, és egy, és egy ilyet is fel tudtam tenni a vitának, és egy teljesen más perspektívából tudta ezt megközelíteni, és arra tanácsot adni, és így el, el tudta indítani az adott folyamatot. Ez rengeteget adott, azon felül, hogy, hogy folyamatosan találkoztunk, és az egy adott témával foglalkoztunk. Van még esetleg valamilyen konkrétan témát, amit így érintettetek, és így most akár persze ilyen de bármi, ami akár volt a konkrét projekted, amire akár felépítettétek a mentorációs folyamatot. Szerintem ez a mentorprogram nagyon sok mindent magába foglal, tehát beszéltünk egészségügyi dolgokról, beszéltünk arról, hogy az emberi élet nem csak sikerekből, hanem kudarcokból is áll, hogyan lehet ebből szépen felállni, és még magasabbra törni egy-egy kudarc után. Beszéltünk arról, hogy hogyan érdemes strukturálni az életet ahhoz, hogy a célukat el is érjük, ne csak felírjuk egy notezbe mondjuk. Beszéltünk párkapcsolatokról, barátokról, szülőkről, tehát hogy ez tényleg egy ilyen... Ugyanaz volt a célunk, hogy mondván a sikert érjük el a tanulmányuk a karrier területén, de emellett sokkal többről szólt ez a program. Nem tudok ennél többet hozzátenni, aztán, de szerintem tökéletesen lehet fogalma. Jó, remek. Akkor még uh, így lassan zárásképpen, ilyen röviden meg tudnátok-e fogalmazni így uh, mentor és uh, menti oldalról, hogy mi az, amiért érdemes jövőre akár uh, mentornak jelentkezni, illetve bár már sokszor esett róla, hogy mentoráltként miért jelentkeznek az mcc -se. Mentorként szerintem azért érdemes jelentkezni, mert ez egy win-win kapcsolat. Nagyon sok mindent megtud az ember saját magáról, miközben valakinek ezt át kell adnia. Mert értelemszerűen én is nagyon sok könyvből, emberektől tanultam meg azt, amit jelenleg tudok, és ezt meg kell tanulni, becsomagolni úgy, hogy ez fogyasztható legyen, egy kívülálló ember számára, és ez sem egy könnyű dolog. Tehát, hogy egy dolog, hogy az én esetemben működik, de például bizonyos dolgokat hozzá kellett igazítani Botond életéhez, hogy ez nála is egy jól működő recept legyen. Hát, tudjátok, ez olyan, mint hogy van egy sütemény recept, nagyon jó, de hogy így mindenki a saját ízevilága íz szerint ízesíti azt. Na, ilyen egy mentorprogram is, tehát, hogy van -e egy jól működő recept, de hogy ezt igen, igenis is hozzá kell igazítani a mentorátodhoz, hogy ez az ő esetében is siker legyen, illetve mindig figyelembe kell venni, hogy mindenkinek más a siker definíciója. Így van. Mentorátként pedig az eddigi, eddig elmondottakhoz még annyit tennék hozzá, hogy tényleg egy, egy olyan emberrel fogsz majd együtt dolgozni, aki lehetséges, hogyha tíz évvel később jelentkezett volna az MCC-ben, nagyon jó barátod lett volna. Tehát kicsit egy ilyen jövőbetekintés, mintha egy, 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 jövő, tehát hogy a jövőbeli magaddal beszélgetnél, vagy a jövőbeli barátoddal beszélgetnél, és egy, egy tíz év munkatapasztalat, élettapasztalat, köztetek van, és olyan kérdéseket is fel tudsz tenni, amit már nem biztos, hogy nála idősebbeknek ö, ugyanígy fel tudná tenni, hiszen pontosan meg fog érteni, MCC-s volt, tudja, hogy milyen MCC-snek lenni, ugyanazokra az egyetemekre járt, mint te, pontosan tudja, hogy milyen dolgaid vannak a magánéletben, ezt hogyan lehet beilleszteni. miatt egy, egy nagyon magas szintű megértés van, és bizalom, és ezekből kifolyólag szerintem csak is egy, egy jó kapcsolat jöhet ki, amiatt is, hogy mindenki azért van benne ebben a programban, hogy valamit tudjon adni a másiknak. Tehát azon kívül, hogy szerintem kicsit egyenlőtlen, mert a Vita rengeteget adott nekem, és az ő, ő, ő oldalára billen a mérleg, én mindig próbáltam valahogy neki is visszaadni, meghallgatni, és akár én is egy kicsit más perspektívából átgondolni az ő dolgait, de ö, tényleg csak ajánlani tudom ezt az egészet ö, ezek miatt. Szerintem egy nagyon szép ö, záró gondolat egyébként, hogy valamilyen szinten így akár láthatjuk egyfajta vízióként a jövőbeli saját magunkat, illetve ugyanúgy akár egy fiatalabb ö, beli önmagunkkal fogunk találkozni, és egyfajta önismeret is, nem csak szakmai, ö, szakmai kapcsolat. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a, ezt a beszélgetést, és uh, ahogyan is mondtátok, uh, azért szép emlékeket szerzett mindkettőtök számára ez a mentorprogram. program. Reméljük, hogy a jövő év folyamban jelentkező mentorok és meddig hasonlóképpen fognak erről majd vélekedni. További sok sikert, és uh, karrier, illetve magánéleti boldogságot és kiteljesedést kívánok nektek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.